24. fejezet. Darth Starkas barátra lel. Délkörül a Mars egyik ősi, kihalt városa fölött repültem át, és amikor kiértem a síkságra, több ezer zöld harcos láttam, akik keményen küzdöttek egymással. Alig, hogy megláttam őket, sortüzet zúdítottak rám, és halálbiztos lövéseikkel pillanatok alatt roncsá lőtték kis gépemet, amely bizonytalanul lebegett a föld felé. A heves ütközet kellős közepébe pottyantam, de a harcosok észre sem vettek, annyira elmerültek az élet-halál harcban. Gyalog vívtak, hosszú kardjukkal a kezükben, és azokat, akik egy pillanatra kiváltak a tömegből, leszették a távolabb elhelyezkedő mesterlövészek. Ahogy gépem leért a földre, világosan láttam, hogy vagy harcolok, vagy meghalok, de az utóbbi sokkal valószínűbb. Így hosszú kardomat előrántva pattantam ki a gépből, készen arra, hogy amennyire csak tudom, megvédjem magam. Egy óriási szörnyeteg mellé pottyantam, aki három ellenféllel küzdött, és ahogy a harc tüzében égő vad arcára pillantottam, megismertem Darth Starkast. Ő nem látott engem, mert kicsivel mögötte álltam, és ekkor a három ellenfél, akik varhúniak voltak, egyszerre támadott. A nagy erejű fickó gyorsan végzett az egyikkel, de amikor hátra lépett, hogy újra szúrhasson, átesett egy holttesten, és ellenfelei kedvük szerint eshettek neki. Villámgyorsan rávetették magukat, és Darth Starkas hamarosan apáihoz költözött volna, ha nem termek mellette. Gyorsan elbántam az egyik fickóval, miközben a nagy erejű Tark fölugrott, és elintézte a másikat. Kemény ajkán finom mosollyal rám nézett, vállamra tette a kezét, és így szólt. Nem könnyű téged felismerni, John Carter, de nincs még egy halandó barszumon, aki megtette volna, amit most értem tettél. Azt hiszem, mégis létezik olyan, hogy barátság. Barátom. Többet nem szólt, de nem is volt rá lehetőség, mert a varhuniak körbevettek. Válvetve harcoltunk az egész hosszú, forró délután során. Egyszer csak megfordult a hadiszerencse, és azok, akik megmaradtak a vad varhúniak közül, toatjaikra pattantak, és eltűntek a növekvő sötétben. 10 000 vettek részt a titáni küzdelemben, és 3 000 halott maradt a csatatéren. Egyik fél sem kért vagy adott kegyelmet, és meg sem próbáltak foglyokat ejteni. Amint a csata után visszatértünk a városba, egyenesen Darth Starkas szállására siettünk, ahol egy ideig magamra maradtam, amíg a főnök részt vett az ütközetek után szokásos tanácsülésem. Miközben vártam a zöld harcost, valami mozgást hallottam a szomszédos lakosztályból, s ahogy fölpillantottam, hirtelen egy hatalmas szörnyeteg vetette rám magát, és hanyat vágott a sejem és szőrmetakarókra. Vúla volt, a hűséges, drága Vúla. Visszatalált Tarkba, és ahogy Darth Starkas később elmondta, azonnal régi szállásomra ment, s patetikusan, látszólag minden remény nélkül várt a visszatérésemet. Talhajus tudja, hogy itt vagy, John Carter, mondta Darth Starkas, miután visszatért a Jedakoktól. Szakorja meglátott és fölismert, amint megérkeztünk. Talhajus megparancsolta, hogy még ma éjjel vezesse le elé. 10 toatom van, John Carter. Bármelyiket választhatod, és elkísérlek a legközelebbi héliumba vezető víziúthoz. Darth Starkas kegyetlen zöld harcos, de igaz barát. Gyere, indulnunk kell. És amikor visszajössz, Darth Starkas, kérdeztem. A vadkalotok, vagy talán annál is rosszabb, felelte. Ha csak el nem jön a régóta várt, kedvező alkalom, és megküzdhetek Talhajusszal. Itt maradunk, Darth Starkas, és meglátogatjuk Talhajuszt. Fölösleges feláldoznod magad, és talán ma este elérkezik a lehetőség, melyre oly régóta vársz. Balátom élénken tiltakozott, mondván Talhajus gyakran dűrhamot kapott a puszta gondolatra, hogy leütettem, és ha a kezébe kerülök, szörnyű kínzásnak vet alá. Amíg ettünk, elismételtem Darth Starkasnak a történetet, amit Szola mesélt a holtengernél, a Tarkba vezető úton. Darth Starkas nem sokat szólt, de hatalmas alcizmai szenvedélyesen rángatóztak a borzalmak hallatán, amiket annak az egyetlen lénynek kellett átélnie, akit szeretett hideg, kegyetlen és szörnyű életében. Többé nem ellenkezett, amikor azt javasoltam, menjünk Talhajushoz. Csak annyit kért, hogy előbb hadd beszéljen szakorjával. Kívánságára elkísértem az asszony szállására, akinek mély gyűlöletről árulkodó tekintete már előre kárpótolt az esetleges szenvedését, ami véletlen visszatérésemmel szakadhat rám.
Szakorja, mondta Tarstarkas. 40 évvel ezelőtt nagy részed volt egy Gozava nevű nő kínjaiban és halálában. Éppen most hallottam, hogy a harcos, aki ezt a nőt szerette, értesült az ügyben játszott szerepedről. Nem fog megölni Szakorja, ez ellenkezik a szokásainkkal, de semmi sem gátolhatja meg abban, hogy egy szíj egyik végét a nyakadra, másikat egy vattóadhoz kösse, pusztán azért, hogy bebizonyítsa, milyen szívós vagy, és milyen erős a mi népünk. Mivel úgy hallottam, holnap akarja ezt megtenni, helyesnek tartottam, ha figyelmeztetlek, mivel igazságos ember vagyok. Szakorja, az Isz folyó igazán nincs messze. Gyerünk, John Carter. Szakorja másnap reggel eltűnt, és soha többé nem került elő. Szótlanul a Jeddak palotájához siettünk, ahol azonnal az uralkodó elé vezettek. A Jeddak alig várta a viszontlátást, és az emelvényen állva gyűlölködő tekintettel nézett rám, amikor beléptem. Kötözzétek ahhoz az oszlophoz, üvöltötte. Majd meglátjuk, ki mert kezet emelni a hatalmas Talhajusra. Hevítsétek a vasat, saját kezemmel égetem ki a szemét, hogy ne szennyezze személyemet hitvány tekintetével. Tárk főnökök, kiáltottam a tanácshoz fordulva, és mit sem törődve Talhajusszal. Főnök voltam köztetek, és ma válvetve küzdöttünk a legnagyobb harcossal a tarkok dicsőségért. Legalább annyival tartoztok, hogy meghallgattok. Erre mindenképpen rászolgáltam. Ti igazságos népnek tartjátok magatokat. Csönd! Ordította Talhajus. Peckeljétek föl a száját, és kötözzétek meg, ahogy parancsoltam. Igazságot, Talhajus! Kiáltott Lorcas Ptomel. Ki vagy te, hogy semmibe veszed a tárkok évszázados szokásait? Úgy van, igazságot! Visszhangozta, vagy egy tucat főnök, és így, miközben Talhajus prüszkölt és tajtékzott dühében folytattam. Bátor nép vagytok, és tisztelitek a bátorságot. De hol volt hatalmas Jeddakotok a mai harc alatt? Nem láttam a csata sűrűjében, hiszen nem volt ott. Védtelen nőket és gyermekeket kínoz az odújában, de melyiketek látta a férfiakkal küzdeni? Hiszen még én is, aki hozzá képes törpe vagyok, egyetlen ökölcsapással leterítettem. Hát ilyenek lennének a tárkok Jeddakjai. Itt áll mellettem egy nemes tárk, aki nagyszerű harcos és remek ember. Főnökök, hogy tetszene ez? Tarstarkas, a tarkok Jeddakja. Az egyetértés mély hangú moraja üdvözölte javaslatomat. Egyetlen szavába kerül a tanácsnak, és Talhajusnak bizonyítania kell alkalmasságát az uralkodásra. Ha bátor férfi lenne, kihívná Tarstarkas párviadalra, hiszen sohasem szerette, de Talhajus fél. Talhajus a Jeddak gyáva. Puszta kézzel meg tudnám ölni, és ezt ő is tudja. Feszült csönd lett, amikor elhallgattam, és minden szem Talhajusra szegeződött. Az uralkodó nem moccant és nem válaszolt, de keléses, zöld arca elszíneződött, és a tajték megfagyott a száján. Talhajus, mondta Lorcas Ptomel hideg, kemény hangon. Hosszú életem során még sohasem láttam, hogy egy Tark Jeddakot ennyire megaláztak volna. Ezekre a vádakra csak egy válasz lehetséges. Arra várunk. De Talhajus még mindig ott állt, mintha földbe gyökerezett volna a lába. Főnökök, folytatta Lorcas Ptomel. Bebizonyítsa-e Talhajus Tarstarkasszal szemben, hogy méltó az uralkodása? 20 főnök állt az emelvény körül, és 20 kard emelkedett föl egyetértően. Nem volt kiút. A döntés végleges volt, így Talhajus előhúzta hosszú kardját, és Tarstarkas elé lépett. A küzdelem gyorsan véget ért, és miután Tarstarkas a halott szörnyetegre tette lábát, ő lett a tarkok Jeddakja. Első dolga volt, hogy teljes rangú főnökké nevezett ki, a fogságom hetei alatt kivívott rangom szerint. Mivel láttam a harcosok Tarstarkashoz és hozzám való jó indulatát, megragadtam az alkalmat, hogy bevonjam őket az odanga elleni támadásba. Elmondtam Tarstarkasnak a kalandjaimat, és néhány szóval fölvázoltam a tervemet. John Carter egy javaslattal állt elő, amivel tökéletesen egyetértek, mondta a tanácshoz fordulva. Röviden ismertetem a tervét. Dezsatoris, Hélium hercegnője, aki a foglyunk volt, most az odangai Jeddak kezébe került, akinek a fiához feleségül kell mennie, hogy megmentse országát az odangai hadseregtől.
John Carter azt ajánlja, szabadítsuk ki és juttassuk el Héliumba. Zodangában nagyszerű zsákmányra számíthatunk, és sokszor gondoltam arra is, ha Hélium népe a szövetségesünk lenne, akkor biztosíthatnánk megfelelő ellátásunkat, így többet, és gyakrabban keltethetnénk, és ezzel kétségtelenül mi válnánk a legerősebb zöld népé egész Barsumon. Mit szóltok ehhez? Lehetőség nyílt a harcra és zsákmányra, így bekapták a csalétket, mint pisztránga legyet. Ahhoz képest, hogy tárkok voltak, vad elragadtatásban törtek ki, és fél órán belül mindenféle futárok szelték át a holttengert, hogy összehívják a hordákat a háborúra. 3 nap múlva már 100 000 harcossal meneteltünk Zodanga felé, mert Tartarkasnak sikerült megnyerni 3 kisebb hordát, amelyek a nagy zsákmány reményében mellénk álltak. A menet élén haladtam a nagy Tark mellett, Toatom mögött pedig szeretett Vulám ügetett. Kizárólag éjszaka utaztunk, és úgy osztottuk be a napi menetelést, hogy a nappal tábort üthessünk az elhagyott városokban, ahol mindannyian, még az állatok is meghúzódhattunk az épületekben. Az út során Tarstarkas remek államférfiúi adottságaival még 50 000 különböző hordákhoz tartozó harcost állított ügyünk mellé, így 10 nappal az indulás után éjfélre 150 000 fős sereggel érkeztünk a fallal körülvett hatalmas Zodanga városához. A vadzöld szörnyetegek hordája erőben és hatékonyságban 10-szer annyi vörös harcossal ért fel. Mint Tarstarkas elmondta, Barsum történetében még sohasem fordult elő, hogy ekkora zöld hadsereg együtt indult volna harcba. Még az egyetértés látszatát is iszonyúan nehéz volt megteremteni közöttük, és csodának számított, hogy Tarstarkas elvezette őket a városig, különösebb elviszály nélkül. Ahogy közeledtünk Zodangához, személyes ellentéteiket elnyomta a vörös emberek, és különösen a Zodanga elleni hatalmas gyűlölet, mivel az utóbbiak kegyetlen irtóhadjáratot indítottak a zöldek ellen, és elsősorban a keltetőiket pusztították el. Most, hogy Zodanga előtt álltunk, rám hárult a bejutás megszervezése. Megkértem Tarstarkast, hogy oszta 2 részre a sereget, és halló távolságon kívül helyezze el őket a 2 hatalmas kapuval szemben. Én pedig magam mellé vettem 20 gyalogost, és a falak sok helyen megszakító kiskapuk egyikéhez mentem. Ezeknek nincs állandó őrsége, hanem a falon belül húzódó sugárúton szolgálatot teljesítő őrjáratok ellenőrzik őket, ahogy a nagyvárosi rendőrök ellenőrzik a rájuk bízott területet. Zodanga falai 21 méter magasak és 15 méter vastagok. Hatalmas, nagy keménységű kőtömbökből épültek, és a zöld harcosok lehetetlennek tartották, hogy bejussunk a városba. A fickók, akiket mellém rendeltek, egy kisebb hordához tartoztak, és még soha nem ismertek. 3-ukat arccal a falhoz állítottam, 2-t fölküldtem a vállukra, a 6-odiknak pedig megparancsoltam, hogy álljon föl a felső 2 vállára. A legfelső harcos feje 12 méterre lehetett a földtől. A 10 harcos így 3 fokból álló létrát alkotott a legfelső ember válláig. Ezután nekifutottam, és várról várra ugrálva följutottam a legfelső széles vállára, onnan pedig utolsó erőfeszítéssel elkaptam a fal tetejét, és halkan fölhúzóckodtam rá. 6 harcos összekötözött bőrszíját vittem magammal. Az így kialakult kötél egyik végét a legfelső harcos tartotta, s a fal túloldalán óvatosan leereszkedtem az utca felé. Senkit sem láttam, és lemásztam a kötél végéig, onnan pedig leugrottam a 10 méterre alattam lévő járdára. Kantoszken annak idején megmutatta, hogyan kell kinyitni ezeket a kapukat, és pillanatokon belül 20 hatalmas harcosom is bejutott a halálra ítélt Zodangába. Nagy örömmel vettem észre, hogy éppen a hatalmas palota kert végében állunk. A ragyogóan kivilágított épület is látszott a távolban, és úgy döntöttem, hogy egy kis csapat harcossal egyenesen a palotába megyek, amíg a főcsapat megtámadja a laktanyákat. Egyik emberemet elküldtem Tarstarkashoz, hogy adjon mellém 50 tarkot, és mondja el nekik tervemet. 10 harcosnak megparancsoltam, hogy foglalják el, és nyissák ki az egyik nagy kaput, a maradék 9-szel pedig a másik bejárathoz siettem. Csöndben kellett dolgoznunk, lövöldözés nélkül, és megmondtam, hogy ne indítsanak általános támadást, amíg az 50 tarkkal el nem érem a palotát. Tervünk tökéletesen sikerült. A 2 őrszemet, akikkel találkoztunk, egyetlen hang nélkül elküldtük őseikhez, a kórusz partjára,
és a kapuőrség tagjai szótlanul követték őket. 25. fejezet. Zodanga pusztulása. Amint kinyílt a hatalmas kapu, amelyiknél álltam, 50 tárkon vágtatott be rajta, élükön társztárkasszal. A palota falához vezettem őket, amin könnyedén és segítség nélkül átjutottam. Azonban meglehetősen sokáig bajlottam a kapuval, de végül sikerkoronázta fáradtságomat, a kapu megmozdult hatalmas sarkain, és vadkíséretem átszágúdott Zodanga dzsedakjának a kertjébe. A palotához közeledve beláthattam Tenkosis fényesen kivilágított földszinti fogadótermébe. A hatalmas csarnok zsúfolásig megtelt a nemesekkel és feleségeikkel, mintha valami fontos ünnepség zajlana odabent. Egyetlen őrt sem láttam a palota körül, feltehetően azért, mert a falakat bevehetetlennek hitték, így nyugodtan közel mehettem és beleshettem az ablakon. A terem egyik végében gyémánttal kirakott aranytrónszéken ült Tenkosis és hitvese, tisztek és állami méltóságok gyűrűjében. Előttük széles folyosó húzódott, amit katonák sorfalai alkottak, és a folyosó távolabbi végén éppen belépett egy menet, és a trón felé indult. Legelől a dzsedak testőrségének 4 tisztje haladt. Hatalmas tárcát hoztak, melyen egy vörös sejempárnán hatalmas aranylánc feküdt, és annak 2 végén egy-egy lakattal ellátott nyakörv. Közvetlenül a tisztek mögött 4 másik jött, akik az odangai uralkodóház hercegének és hercegnőjének csodálatos ékszereivel megrakott tálcát tartottak kezükben. A trón lábánál a 2 csoport ketté vált, és egymással szembeálltak a sorfalba. Ezután újabb méltóságok jöttek, palotatisztek és katonák, és végül 2 alak, annyira beburkolva a vörös sejmekbe, hogy nem tudtam kivenni arcvonásaikat. A 2 ember megállt a trónnál, Tenkosisszal szemben. Amikor a menet vége is megérkezett és elfoglalta helyét, Tenkosis megszólította az előtte álló párt. Nem hallottam a szavait, de 2 tiszt előre lépett, és az egyik alakról levette a vörös köntöst. Ekkor láttam, hogy Kentusken küldetése meghiúsult, mert Zodanga hercege Szabten állt ott. Tenkosis elvette a tálcáról az ékszereket, és az egyik aranynyakörvet fia nyakára téve bezárta a lakatot. Még 4 szót intéztek Szabtenhez, majd a másik alakhoz fordult, akiről a tisztek szintén levették a sejmeket, és egyszerre mindent megértettem, amikor megpillantottam Dejatoris Hélium hercegnőjét. Most már tudtam, milyen szertartás zajlik. Dejatoris pillanatokon belül ölökre odaláncolják Zodanga hercegéhez. Azt hiszem, megható és gyönyörű szertartás lehetett, számomra azonban ez volt a legellenszenvesebb látvány, amit valaha láttam, és amikor Tenkosis kezébe vette a nyitott aranynyakörvet, a fejem fölé emeltem hosszú kardomat, és nehéz markolatával betörtem a hatalmas ablakot, majd a döbben gyülekezet közé ugrottam. Egy lendülettel az emelvényen termettem, Tenkosis mellett, és míg ő a meglepetéstől földbe gyökerezett lábbal állt, hosszú kardommal levertem az aranyláncot, amely máshoz kötötte volna Dejatoriszt. Egy szempillantás alatt minden fölborult. 1000 kirántott kard szegeződött rám a terem minden részéből, Szeptem pedig kihúzott egy ékszerekkel díszített tört mennyegzői díszei közül, és nekem rontott. Agyon csaphattam volna, mint egy legyet, de Barszum ősi szokásai megállították a kezem, ezért csak elkaptam csuklóját, mielőtt tőre szívembe szólt volna, és hosszú kardommal a terem végébe mutattam. Zodanga elesett, kiáltottam. Nézzétek! Mindenki a jelzett irányba fordult. Társztárkasz és 50 harcosa vágtattak be a bejáraton hatalmas toatjaikon. A döbbent meglepetés kiáltása tört ki a násznépből, de nem féltek, és a katonák és Zodanga nemesei a benyomuló tarkoknak rontottak. Szabten fejjel előre lelögtem az emelvényről, és magam mellé vontam Dejatoriszt. A trón mögötti keskeny ajtónyílásban állt Tenkosis kivont karddal. Egy pillanat alatt összecsaptunk, és mondhatom, emberemre akadtam. Miközben a széles emelvényen forgolódtuk, Szepten rohant föl a lépcsőn, hogy segítsen apjának, azonban amikor ütése emelte kezét, Dejatoris eléugrott, és ekkor kardon megtalálta helyét, amely Szeptent Zodanga dzsedakjává tette. Ahogy apja holtan rogyott a földre, az új dzsedak kiszabadította magát Dejatoris szorításából, és ismét szemtől szemben álltunk egymással.
Nem sokára 4 tiszt is csatlakozott hozzá, és én hátamat az egyik aranytrónszéknek vetve újra Dezsatori szélt küzdöttem. Keményen kellett védekeznem, és közben vigyázni, nehogy leszúrjam Szabtent, és ezzel elveszítsem az utolsó esélyemet, hogy elnyerjem a nőt, akit szeretek. Pengém villámgyorsan csapkodott, miközben megpróbáltam ellenfeleim szúrásait és vágásait hárítani. 2 lefegyvereztem, 1 megöltem, amikor megint mások rohantak az újdonsült uralkodó segítségére és a Jeddak halálának megbosszulására. Ahogy közeledtek, többen felkiáltottak. A nőt! Üssétek le a nőt! Ő tervelte ki! Öljétek meg! Öljétek meg! Oda kiáltottam Dezsatorisnak, hogy ugorjon mögém, és lassan a trón mögötti ajtónyílás felé hátráltam, de a tisztek észrevették szándékomat, és hátam mögé kerülve elzárták az utat. Így nem juthattam el oda, ahol egy hadsereg ellen is megvédhettem volna a hercegnőt. A tárkokat teljesen lefoglalta a terem közepén zajló csata, és már-már azt hittem, csak a csoda mentheti meg Dezsatoriszt és engem, amikor Tarstarkaszt pillantottam meg, aki a körülötte nyüzsgő törpék közül próbált utat vágni felénk. Hatalmas kardjának egyetlen suhintásával 1 holttest terült el körülötte, s így módon ösvényt vágva magának, pillanatokon belül mellettem állt az emelvényen, halált és pusztulást szórva jobbra-balra. Az odangaiak hihetetlenül bátrak voltak. Egyikük sem próbált megszökni, és akkor lett vége a harcnak, amikor rajtam, és Dezsatoriszon kívül csak a tarkok maradtak élve az óriási teremben. Szabten holtan hevert apja mellett, s az odangai nemesek és lovagok színe javának holteste beborította a mészárszék véres padlóját. Első gondolatom Kantoszken volt, és Dezsatoriszt, Tarstarkaszra bízva magam mellé vettem 1 harcost, a palota alatti tömlöcbe siettem. A börtönőrök mindannyian fölmentek a trónterembe, hogy csatlakozzanak társaikhoz, így ellenállás nélkül kutattuk át a labirintusszerű börtönt. Minden folyosón és tellában Kantoszken szólítottam, és végül nagy örömre elhaló választ hallottam. A hang irányába indultunk, és egy sötét lyukban rábukkantunk szerencsétlen barátomra. Boldoggá tette a viszontlátás és a harc kimenetele, melynek hangfoszlányai eljutottak cellájáig. Elmondta, hogy a légi őrjárat elfogta, mielőtt elérhette volna a palota magas tornyát, és még csak nem is találkozott Szabtennel. Megállapítottuk, hogy hasztalan próbálnánk elvágni a rácsokat és láncait, ezért javaslatára visszarohantam a trónterembe, és a holttestek között kutattam a cella és a lánc kulcsai után. Szerencsére az elsők között megtaláltam a börtönőrét, és hamarosan Kantoszken is csatlakozott hozzánk. A város utcáiról lövések zaja hallatszott, amibe időnként ordítások és kiáltások hangja vegyült. Tarstarkasz kisietett, hogy átvegye az irányítást, és Kantoszken mellé szegődött vezetőnek. A zöld harcosok, zodangaiak és zsákmány után kutatva szélettek szét a palotában. 2-esben maradtam Dezsatorisszal. Az egyik aranytrónszékbe süppett, és amikor odafordultam hozzá, sápat mosolyjal üdvözölt. Hát volt már ilyen férfi a világon, kiáltotta. Azt tudom, hogy Barszumon még soha sem élt hozzád hasonló. Lehetséges, hogy minden földi férfi ilyen? Egyedül fenyegetve, üldözve, idegen létedre néhány hónap alatt megtetted azt, amire hosszú évszázadok alatt senki sem volt képes Barszumon. Egyesítetted a tengerfenék vadhordáit, és a vörös emberek szövetségeseiként vezetted őket ide. A válasz egyszerű, Dezsatorisz, feleltem mosolyogva. Nem én tettem, hanem a szerelem, a Dezsatorisz iránt érzett szerelem, és ez az erő még nagyobb csodákra is képes. Gyönyörű pír borította el arcát, és így szólt. Most már beszélhetsz, John Carter, meghallgathatlak, mert szabad vagyok. És van is mondani valóm, mielőtt megint késő lesz, mondtam. Sok különös dolgot műveltem életemben, olyanokat, amiket bölcsebb emberek nem mertek volna megtenni, de a legvadabb álmaimban sem mertem remélni, hogy elnyerek egy ilyen nőt, mint Dezsatorisz. Mert azt hittem, hogy a világ mindenségben létezik valaki, aki olyan, mint Hélium hercegnője. Az nem egy zavarba, hogy hercegnő vagy, de hogy te vagy, az elég ok arra, hogy kétségbe vonjam józan eszemet, amikor megkérlek, légy az enyém. Nem kell zavarban lennie annak, aki tudta a választ, mielőtt föltette volna a kérdést, válaszolta, és a vállamra tette drága kezeit,
én pedig a karomba zártam és megcsókoltam. És így, egy földult város közepén, a harc hevében, amikor a halál és pusztulás szörnyű aratást végzett körülötte, Dezsa Toris, Hélium hercegnője, a hadisten bolygójának, a Marsnak igaz leánya eljegyezte magát John Carterrel, a virginiai úriemberrel. 26. fejezet. Vérontás a boldogságért. Valamivel később Tartarkas Kantoszkennel visszatért, és jelentették, hogy Zodangát elfoglalták. Erőit megsemmisítették, vagy fogságba ejtették, és nem várható további ellenállás. Néhány hadihajó elmenekült, de kereskedelmi és hadihajók ezre jutottak tárkharcosok kezére. A kisebb hordák a zsákmányszerzéssel voltak elfoglalva, és maguk mögött veszekedtek, így elhatároztuk, hogy ahány harcos csak tudunk, összegyűjtünk, zodangai foglyokból álló legénységgel látunk el minél több légijárművet, és további időveszteség nélkül Héliumba indulunk. 5 óra múlva 250 csatahajóból álló flottánk, majdnem 100 000 zöld harcossal felszállt a kikötő épület tetejéről, és ezt követte a tuatokat szállító légihajók sora. A megsebzett várost otthagytuk a 40 000 kisebb hordákhoz tartozó zöld harcos kényére kedvére. Zsákmányoltak, öltek és egymással harcoltak. Majd 100 helyen fölgyújtották a várost, és a sűrű füstoszlopok egészen az égig emelkedtek, mintha el akarták volna takarni a szörnyű látványt az ég szem elől. Délután megpillantottuk Hélium vörös és sárga tornyait, nem sokkal később pedig egy nagy légiflotta szállt föl az ostromló zodangaiak táborából és felénk tartott. Hatalmas léghajóinkat teljes hosszában föllobogoztuk Hélium zászlóival, de a zodangaiak enélkül is gyorsan rájöttek, hogy ellenséggel állnak szemben, mert zöld harcosaink szinte abban a pillanatban lőni kezdték őket, amint fölemelkedtek a földről. Tévedhetetlen lövészeink egymás után zúdították sortüzeiket a közeledő flottára. Hélium ikervárosa miután látta, hogy barátok vagyunk, több száz léghajót küldött segítségünkre, és ekkor kezdetét vette az első igazi légi csata, melynek szemtanúja lehettem. A zöld harcosokat szállító hajók folyamatosan köröztek az egymással küzdő héliumi és zodangai flotta között, mivel a tarkok, akiknek nincs légiereje, nem tudták használni hajóágyóikat. Könnyű tüzérségük azonban igen hatásosnak bizonyult, és jelenlétük nagy mértékben befolyásolja, talán el is döntötte az ütközetet. Először a két légierő hajói ugyanazon a magasságon keringtek, és újra meg újra teljes hosszában nekiütköztek egymásnak. Hamarosan nagy lyuk tátongott az egyik hatalmas zodangai csatahajó törzsén, mire a jármű megingott, fölfordult, és a legénység tagjai a levegőben forogva és bukfencezve zuhantak a 300 méteres mélységbe. A léghajó iszonyú sebességgel követte őket, és belefúródott a tengerfenék puha talajába. A héliumiak vad örömrivalgásban törtek ki, és megkettőzött erővel vetették magukat a zodangai flottára. Két héliumi hajó ügyes manőverrel ellenfele fölé került, és bombazáport zúdított a hajók alján lévő ütegekből. Ezután a héliumi hajóknak sorra sikerült az odangaiak fölé emelkedni, és rövid időn belül az ostromlók léghajóinak nagy része szánalmas roncsként lebegett el hélium vörös tornya felé. Mások menekülni próbáltak, de az apró egyszemélyes gépek ezrei vették körül őket, fölöttük pedig egy-egy óriási léghajó lebegett, készen arra, hogy csapatokat bocsásson le az odangaiak fedélzetére. Alig 1 órával azután, hogy a dicsőséges zodangai flotta felszállt, a csata véget ért. A megmaradt zodangai hajók zsákmányul estek, és foglyul ejtett legénységükkel együtt Héliumba kísérték őket. Megható pillanat volt, amikor a hatalmas légijárművek megadták magukat, mert évezredes szokás szerint ezt azzal kellett jelezniük, hogy a vesztes hajó kapitánya önként a mélybe veti magát. A bátor fickók magasra tartott zászlókkal sorra ugrottak le hajóik orráról a szörnyű halálba. A harc csak akkor ért véget, amikor az utolsó hajó kapitánya is öngyilkos lett, és ezzel a megmaradt hajók a kezünkre kerültek, így nem kellett fölöslegesen feláldozni az életben maradt bátor harcosokat. Ekkor jeleztük a héliumi zászlós hajónak, hogy jöjjön közelebb. Amikor halló távolságba kerültek, átkiabáltam, hogy Dezsa Toris hercegnő a fedélzetünkön tartózkodik, és vegyék át a zászlós hajóra, hogy azonnal a városba vihessék. Amint megértették szavaim jelentőségét,
üdvrivalgásban törtek ki, és a fedélzet 100 pontján föltűntek Hélium hercegnőjének a színei. Amikor a flotta többi hajójára is továbbították a hírt, ott is kiabálni kezdtek, és a ragyogó napfényben sorra bomlottak ki a zászlók. A zászlós hajó mellénk szállt, s miután kecsesen oldalt fordult, egy tucat tiszt ugrott fedélzetünkre. Döbbenten meredtek a több száz rejtek helyéből előbújó zöld harcosa, és már-már visszakoztak, de megpillantották az eléjük lévő Kantaskent, hozzásiettek és körülvették. Dezsatoris és én is előléptünk, és minden szem a hercegnőre tapadt. Bájosan üdvözölte őket, mindenkit a nevén szólított, hiszen a férfiak előkelő tisztségeket töltöttek be nagyapja udvarában, és valamennyiüket jól ismerte. Tegyétek kezeteket John Carter vállára, mondta felén fordulva, ő az a férfi, akinek Hélium hercegnője életét és a mai győzelmet köszönheti. A tisztek nagyon udvariasan voltak, és bókokkal halmoztak el, de azt tette rájuk a legnagyobb hatást, hogy megnyertem a vattarkok támogatását Dezsatoris kiszabadítására és Hélium megmentésére. Nagyobb hálával tartoztok valakinek, aki itt áll mellettem, mondtam. Bemutatom Barszum legnagyobb harcosát és államférfiát, Tarstarkast, a tarkok dzsedakját. A héliumiak az irányomban tanúsított finom udvariassággal fordultak a nagy tarkhoz, aki meglepetésemre nem maradt el mögöttük jó modorban és elegáns beszédben. A tarkok nem bőbeszédűek, de rendkívül szertartásosak, magatartásuk pedig udvarias és méltóságteljes. Dezsatoris átszállt a zászlós hajóra, s elszomorodott, amikor megtudta, hogy nem megyek vele. Azonban elmagyaráztam, hogy a csatát csak részben nyertük meg, még le kell számolnunk az ostromlók szárazföldi csapataival, és nem hagyhatom el Tarstarkast, amíg nem végeztünk velük. A héliumi flotta parancsnoka megígérte, hogy velünk egy időben a héliumi hadsereg is támadást indít. Ezzel hajóink külön váltak, és Dezsatoris diadalmenetben vitték haza nagyapjához, Tardos Morshoz, Hélium dzsedakjához. A távolban lebegtek szállítójelműveink, a zöld harcosok tuatjaival, és ott várták meg a csata végét. Leszállóhely híján nehéz volt kitenni az állatokat a síkságra, de nem létezett más megoldás, így kijelöltünk egy helyet körülbelül 15 kilométerre a várostól, és nekiláttunk a kirakodásnak. Kötelekkel kellett leeresztenünk az állatokat, és erre ráment a nap hátra lévő része és az éjszaka fele. Kétszer támadott az odangai lovasság, azonban nem okoztak komoly veszteséget, és a sötétség beállta után visszavonultak. Amint az utolsó tuat is földet ért, Tarstarkast parancsot adott az indulásra, és három oszlopban észak, dél és kelet felől bekerítettük az odangai tábort. A főcsapattól alig 7 kilométernyire összecsaptunk az előőrssel, és ezzel az előzetes megbeszélés alapján megadtunk a jelet a támadásra. Felhevült vadkiáltások és a harctól megvadult tuatok szörnyű üvöltése közepette nekirontottunk az odangaiaknak. Nem álmukban leptük meg őket, beásott csatasorral találtuk szembe magunkat. Sorra visszaverték rohamainkat, és délkülül már kezdtem aggódni a csata kimenetelét illetően. Az odangai sereg majdnem 1 millió embert számlált, akiket a két sarkör között elnyúló országukból gyűjtöttek össze, míg a zöldek hadserege alig 100 000 fős volt. A héliumi csapatok még nem érkeztek meg, nem is hallottunk róluk. Pontosan délben lövések zaját hallottuk az odangaiak és a város között elterülő síkság felől, és ekkor tudtuk, hogy megérkezett a várva várt segítség. Tarstarkast ismét elrendelte a támadást, és a szörnyű lovasok hatalmas toatjaik hátán még egyszer nekirontottak az ellenség védelmi vonalának. Ugyanakkor a héliumiak a túloldalon rohanták meg az odangai védelmet, és azok néhány percen belül két malomkő közé kerülve felörlődtek. Vitézül harcoltak, de hiába. A város előtti csatatér mészárszékké változott, mire az utolsó zodangai is megadta magát. Azután véget ért a vérontás, a foglyokat héliumba kísértük, a győztes főnökök hatalmas diadalmenetében léptük át a nagyobbik város kapuáját. A széles utakon végigálltak az asszonyok, gyerekek és az a néhány férfi, akiket szolgálatuk arra kényszerített, hogy belül maradjanak a város falain. Szűnni nem akaró taps köszöntött minket. Arany, ezüst és platina ékszerekkel és drága kövekkel halmoztak el. A város szinte kikelt magából örömében. Félelmetes tarkjaim váltották ki a legnagyobb izgalmat és lelkesedést.
Még soha nem lépték át zöld harcosok fegyverrel Hélium kapuját, de most, hogy barátként és szövetségesként érkeztek, boldogság töltötte el a vörös embereket. A héliumiak láthatóan tudomást szereztek Dezsa Torisznak tett szolgálataimról, mert hangosan kiabálták nevemet, és a palotához vezető úton rengeteg ékszert aggattak rám és toatomra. Még a vad kinézetű vóla sem tudta elijeszteni őket, és szorosan körülvettek. Amint odaértünk a csodálatos épülethez, tisztek jöttek elénk. Melegen köszöntöttek és felkísértek, hogy Tarstarkas és főnökei, a szövetségesek dzsedakjai és dzsedjei, valamint jó magam kövessük őket Tardos Morshoz, aki szeretné kifejezni háláját szolgálatainkért. A palota főbejáratához vezető hatalmas lépcsősor tetején állt a királyi család, és egyikük lejött elénk. Szinte tökéletes férfi példány volt, magas, egyenes, mint a szálfa, rendkívül izmos, a megjelenése pedig egy uralkodói. Nem kellett bemutatni, azonnal tudtam, hogy ő Tardos Morsz, Hélium dzsedakja. Elsőként Tarstarkast üdvözölte, és szavai örökre megpecsételték a fajok közötti barátságot. Tardos Morsz megtisztelve érzi magát, hogy üdvözölheti Barszum legnagyobb élőharcosát, mondta komolyan. De ennél is nagyobb öröm számomra, hogy kezét a szövetséges és barát vállára teheti. Hélium dzsedakja, válaszolt Tarstarkast. Egy másik világból jött embernek kellett megtanítania a barszumi zöld embereknek, mi a barátság. Neki köszönhetjük, hogy a tarkhordák megértenek téged. Fölfogják és viszonozzák szépen kifejezett érzelmeidet. Tardos Morsz ekkor sorra köszöntötte a zöld dzsedakokat és dzsedjeinket, mindegyiküket biztosította hálájáról és barátságáról. Végül elém lépett, és mindkét kezét a vállamra tette. Isten hozott, fiam, mondta. Boldogan és a legkisebb ellenkezés nélkül adom neked Hélium és egész Barszum legdrágább kincsét, és ez legyen megbecsülésem záloga. Ezután bemutattak minket Moszkacsaknak, a kisebb Hélium dzsedjének, Dezsa Torisz apjának. Közvetlenül Tardos Morsz mögött jött, és még apjánál is jobban meghatódott. Vagy tucatszor fogott bele, hogy kifejezze háláját, de hangja minduntalan elcsuklott az érzelmektől. Pedig, mint később megtudtam, mindenki félelmet nem ismerő vadharcosként tisztelte, és ez nem kis dolog az örökösen háborúzó Barszumon. Akárcsak egész Hélium, ő is rajongott lányáért, csak mélységes megindultsággal tudott arra gondolni, mitől menekült meg a hercegnő. 27. fejezet. A boldogságból a halálba. A tárkhordák és szövetségeseik 10 napig ünnepeltek és szórakoztak, majd drága ajándékokkal megvarakva, 10 000 héliumi katona kíséretében Moszkacsak vezetésével visszaindultak saját hazájukba. Kisebb Hélium dzsedje néhány nemessel egészen Tarkig velük tartott, hogy a béke és barátság friss kötelékét minél szorosabbra fűzzék. Szola is Tarstarkasszal ment, az apjával, aki főnökei előtt lányának nyilvánította. 3 héttel később Moszkacsak és tisztjei, Szola és Tarstarkas kíséretében visszatértek egy hadihajón, amit azért küldtek értük, hogy időben megérkezzenek a szertartásra, mely egyétesít Dezsa Toriszt és John Cartert. 9 éven át foglaltam helyet a tanácsban, és Héliumért harcoltam a hadseregben, mint Tardos Morsz házának egyik hercege. Az emberek irántam érzett tisztelete nem csökkent, és nem múlt el nap anélkül, hogy ne bizonyították volna szeretetüket hercegnőm, a páratlan Dezsa Torisz iránt. Palotánk tetején, aranykeltetőben hófehér tojás pihent. Majdnem 5 éven keresztül a dzsedak testőrségének 10 őre állandóan őrizte, és amikor a városban voltam, Dezsa Torisz és én minden nap kéz a kézben álltunk előtte, és a jövőt tervezgettük, amikor a finom héj megroppan. Élénken él emlékezetemben a kép, ahogy azon az utolsó éjszakán halkan beszélgettünk a kettőnket összekötő különös románcról és a csodáról, amely hamarosan betetőzi boldogságunkat és valóra váltja reményeinket. A távolban egy közeledő léghajó fehér fényét láttuk, de nem tulajdonítottunk neki különösebb jelentőséget. Villám gyorsan száguldott Hélium felé, és végül a sebessége árulkodott arról, hogy valami nincs rendben. A leadott jelekből kiderült, hogy a dzsedaknak hozott üzenetet, és türelmetlenül várta a késlekedő őrnasztádot, hogy a palota dokjába vezesse.
10 perccel a léghajó leszállása után a tanácsterembe hivattak, amely már tele volt a testület tagjaival, amikor beléptem. Tardos Morse a trón emelvényen sétált fel alá, feszült arckifejezéssel. Amint mindenki helyet foglalt, hozzánk fordult. Ma reggel Barsoom kormányaihoz az a hír érkezett, hogy az atmoszféra telep őre 2 napja nem jelentkezik a drót nélküli távírón, és a fővárosokból hozzáintézett hívásokra sem válaszol. A többi nemzet követei megkértek, hogy vegyük kézbe az ügyet, és küldjünk a telepre az őr segédjét. 1000 cirkáló kutatta a nyomát egész nap, és egyikük éppen ma tért vissza a segéd holttestével. A háza alatti veremben találták meg, szörnyen megcsonkítva. Fölösleges hangsúlyoznom, mit jelent ez Barsoom számára. Hónapokba telhet, mire áttörhetjük a hatalmas falakat. Tulajdonképpen a munkát már megkezdték, és nem is kellene félnünk, ha a szivattyú telep motorja rendesen működne, ahogy működött évszázadokon keresztül, de bekövetkezett, amitől a leginkább tartottunk. A műszerek gyorsan csökkenő légnyomást jeleznek Barsoom minden részén, a gép leállt. Uraim, mondta végül, legjobb esetben még 3 napig élhetünk. Néhány percig tökéletes csönd volt, majd egy fiatal nemes állt föl, és magasra tartott karddal így szólt Tardos Morsehoz. Hélium népe mindig büszke volt rá, hogy egész Barsoomnak példát mutatott abban, hogyan kell élnie a vörös emberek népének. Most alkalmunk van megmutatni, hogyan kell meghalni. Tegyük a dolgunkat épp úgy, mintha 1000 hasznos év állna előttünk. A terem visszhangzott a helyesléstől, és mivel nem tehetünk mást, mint hogy példát mutatva csökkentsük az emberek félelmét, mosolyogva hagytuk el a termet, de bánat mart a szívünket. Palotámba érkezve azonnal láttam, hogy a szóbeszéd már Dezsatoris fülébe is eljutott, így mindent elmondtam, amit hallottam. Boldogok voltunk, John Carter, mondta, és bármilyen halál várjon is ránk, köszönöm a sorsnak, hogy együtt ér minket utol. A következő 2 napon nem sok változást észleltünk, de a 3. nap reggelén a háztetők magasságában nehézzé vált a légzés. Hélium utcái és terei megteltek emberekkel. Leállt a munka. Az emberek nagy része bátran nézett szembe az elkerülhetetlen végzettel. De itt-ott a férfiak és nők csendes fájdalomba merültek. Délfelé a gyöngébbek sorra estek össze, 1 órán belül pedig ezrével ájultak el a barsoomiak, és a fulladást megelőző eszméletlenségbe süllyedtek. Dezsatoris és én a királyi család többi tagjával egy süllyesztett kertben gyűltünk össze a palota egyik belső udvarában. Halkan beszélgettünk, ha beszéltünk egyáltalán, hiszen a halál szörnyű árnyéka borult ránk. Még Vula is megérezte a közelgő veszedelmet, mert szánalmasan vonyítva húzódott hozzánk. A kis keltetőt Dezsatoris kérésére lehozattuk palotánk tetejéről, és most merengve nézte azt a kis ismeretlen életet, amit már nem is ismerhet meg. Amikor már alig-alig lehetett lélegezni, Tardos Morse fölállt, és így szólt. Mondjuk búcsút egymásnak, Barsoom nagyságának napjai véget értek. Holnap már egy halott világra néz le a nap, mely az örökké valóságig kering az égen, és még az emléke is elpusztul annak, hogy valaha éltek rajta. Ez a vég. Tardos Morse elhallgatott, és megcsokolta családjának nőtagjait, és erős kezét a férfiak vállára tette. Amint szomorúan elfordultam tőle, Dezsatorisra esett a pillantásom. Feje a mellére csuklott, és látszólag már nem is élt. Egy kiáltással mellé ugrottam, és karomba emeltem. Kinyílt a szeme, és rám nézett. Csókolj meg, John Carter, suttogta. Szeretlek. Szeretlek. Kegyetlenség, hogy elszakítanak egymástól, pedig csak most kezdődött boldog és szeretetteli életünk. Ahogy drága ajkát az enyémre szorította, föltört belőlem a legyőzhetetlen erő és akarat régi érzése. Virginia harcos vére ismét forni kezdett ereimben. Nem történhet így, hercegnőm, kiáltottam. Biztosan van, kell, hogy legyen valami megoldás, és John Carter, aki egy idegen világon átverekedte magát a szerelmedért, meg fogja találni. És ahogy ezt mondtam, tudatom küszöbén fölé lett 9 rég elfeledett hang. Mint villámcsapás az éjszakában, úgy villant belém a hangok jelentése. Ez volt a kulcs az atmoszféragyár 3 kapujához. Hirtelen Tardos Morsehoz fordultam, miközben még mindig magamhoz szorítottam haldokló kedvesemet, és így kiáltottam. Egy gépet, Jedak, gyorsan! Rendeld leggyorsabb gépedet a palota tetejére.
Még megmenthetem Barsumot. Nem kérdezősködött, és a következő pillanatban egy őr már rohant a legközelebbi dobba. Bár a levegő ritka volt, és a tetőn már-már elfogyott, sikerült előhozniuk a leggyorsabb egyszemélyes felderítőgépet, amit a barszumi tudás valaha megalkotott. Csokokkal halmozta meg Dezsatoriszt, majd Vullának, aki követni akart, megparancsoltam, hogy vigyázzon a lányra, és régi erőmmel és fürgeségemmel felugrottam a palota tetejére, egy pillanattal később pedig már barszum reményének a célja felé igyekeztem. Alacsonyan kellett repülnöm, hogy elég levegőhöz jussak, de egy tengerfenék fölött vitt az út, így csak néhány méterre kellett emelkednem a földtől. Iszonyú sebességgel szálltam, hiszen a halállal versenyeztem. Végig Dezsatorisz arcát láttam magam előtt. Amikor a palotakertet elhagyva utoljára visszanéztem, láttam, ahogy megtántorodott, és a földre esett a kiskeltető mellé. Pontosan tudtam, hogy a halált megelőző kómába zuhant, ahonnan már nem térhet vissza, ha nem sűrítik vissza a levegőt. Ezért mit sem törődve az elővigyázatossággal, a motor és az iránytű kivételével mindent kidobáltam a gépből, még a jelvényeimet is, majd hasra feküdtem a fedélzeten, egyik kezemmel kormányoztam, a másikkal tövig nyomtam a sebességállított, és meteorként suhantam át a Mars ritka levegőjén. Egy órával sötétedés előtt hirtelen megpillantottam az atmoszféra gyár hatalmas falait. Iszonyú puffanással éltem földet az ajtó előtt, mely az egész bolygótól elzárta az élet szikráját. Az ajtó mellett egy sereg ember próbált lyukat vágni a falon, de éppen csak megkarcolták a kvarc keménységű köveket, és legtöbbjük utolsó álmát aludta, amelyből már a levegő sem ébresztheti fel őket. Itt még rosszabbak voltak a körülmények, mint Héliumban, minden egyes levegővétel nehezemre esett. A néhány eszméleténél lévő ember egyikét szólítottam meg. Ha kinyitom a kapukat, van itt valaki, aki be tudja indítani a gépeket? Kérdeztem. Én igen, felelte, ha gyorsan kinyitod. Már csak pillanataim vannak hátra. De hiába próbálkozol. Az őrök meghaltak, és Barsumon senki más nem ismeri ezeknek az átkozott záraknak a titkát. A félelemtől félőrült emberek 3 napig kísérleteztek, de nem jöttek rá a titok nyitjára. Nagyon elgyengültem, már nem volt időm beszélni, az agyamat is csak nehezen sikerült uralni. Amikor félájultan tétre rogytam, az előttem álló szörnyű kapura irányítottam a 9 gondolat hullámot. A Mars lakó mellém húzódott, és az ajtóra szegezett tekintettel halálos csöndben vártunk. A hatalmas ajtó lassan megnyílt előttünk. Megpróbáltam fölállni és belépni, de nem volt hozzá erőm. Menj! Kiáltottam társamhoz, és ha eljutsz a szivattyúterembe, kapcsold be az összes szivattyút. Ez Barsum egyetlen esélye, hogy még holnap is létezzen. A földön fekve kinyitottam a 2. ajtót, majd a 3., és miközben Barsum utolsó reménysége 4 kézláb átjutott az utolsó ajtón, elvesztettem az eszméletemet. 28. fejezet. Az arizonai barlangban. Sötét volt, amikor ismét fölnyitottam a szemem. Testemen különös merev ruhát éreztem, amely megrecsent és leporlat rólam, ahogy fölültem. Tetőtől talpig végig tapogattam magam, és tetőtől talpig ruhát éreztem magamon, pedig amikor a kapu előtt elájultam, mesztelen voltam. Az előttem lévő nyíláson túl a holdfényes ég egy darabkáját láttam. Miközben kezemmel végig tapogattam a testem, zsebekre akadtam, és az egyikben olajos papírba csomagolt gyufát találtam. Meggyújtottam egy szálat, és a gyenge fénynél megállapítottam, hogy egy tágas barlangban vagyok, melynek végében egy kis asztal fölé görnyedő, furcsa, mozdulatlan alak áll. Közelebb menve láttam csak, hogy az alak egy hosszú, fekete hajú, apró öregasszony múmiája, aki egy kis színégető fölé hajolt, amin egy rézüst volt, abban pedig kis mennyiségű zöldes por. A múmia mögött a mennyezetről a barlang teljes hosszában nyers, bőrszíjakra aggatott emberi csontvázak lógtak. A tartószíjakhoz zsinort erősítettek, és ez a kis öregasszony kezében végződött. Ahogy megérintettem a zsinort, a csontvázak megboccantak, és a falevelek zizegéséhez hasonló hangot adtak. A kép szörnyű volt és groteszk, úgyhogy kirohantam a friss levegőre. Örültem, hogy magam mögött hagyhattam ezt a borzalmas helyet. Amint kiléptem a barlang bejárata előtti kis párkányra, megdöbbentem a szemem elé táruló látványon.
más égboltot és más tájat láttam magam előtt. A távolban hegyek csillogtak ezüstösen, a hold szinte mozdulatlanul állt az égen, és az előttem elterülő völgyet kaktuszok borították. Ez nem lehet a Mars. Alig akartam hinni a szememnek, de lassan ráébredtem a valóságra. Arizonát látom ugyanarról a párkányról, ahonnan 10 évvel ezelőtt vágyakozva néztem föl a Marsra. A kezembe temettem arcomat, megfordultam, és megtörten, szomorúan indult a melle felé vezető ösvényen. A vörös Mars ragyogott fölöttem, mintegy 60 millió kilométer távolságban, magába zárva szörnyű titkát. Elérte a Mars lakó a szivattyú terembe. Időben eljutott-e az éltető levegő a távoli bolygó lakóihoz, hogy megmeneküljenek. Vajon éle még Dezsa Toris, vagy gyönyörű teste már kihűlten fekszik az apró aranykeltető mellett, Hélium Dzsedakjának, Tardosz Morsznak a palota kertjében. 10 éven át vártam és imádkoztam, hogy visszakerüljek elveszett szerelmem világába. Inkább feküdnék mellette holtam, mint hogy itt éljek a földön, sok millió kilométernyi messzeségben. A régi bánya, amelyet érintetlenül találtam, mesésen gazdaggá tett, de mit érdekel engem a gazdagság? Ahogy ma éjjel itt ülök, a Hedzonra néző dolgozó szobámban, éppen 20 éve annak, hogy először fölfigyeltem a Marsra. Az asztalom előtti kis ablakon át látom ragyogását, és ma éjjel úgy érzem megint hív, ahogy sok-sok évvel ezelőtt a régmúlt éjszaka előtt hívott. És a végtelen űrön keresztül, mintha látnék egy gyönyörű, fekete hajú asszonyt, mellette pedig egy kisfiút, aki megöleli őt, miközben anyja fölmutat az égre, a földre. Lábaiknál pedig egy hatalmas csúnya lény fekszik, akinek aranyból van a szíve. Azt hiszem, rám várnak, és valami azt sugja, hogy hamarosan megtudom. Vége.